A vádírat szerint az illető, aki 2020 májusától letartóztatásban volt a Jászajkó Szolnok Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézetben, 2020. október 29-én a kora esti órákban 100 ezer forintot ajánlott fel az egyik börtönőrnek, ha jogszabályi kötelezettségét megszegve bevisz neki egy mobiltelefont a Büntetés Végrehajtási Intézetbe. A börtönőr visszautasította az ajánlatot. A vádlott büntető ügyében a napokban megtartott előkészítő ülésen a vádirat ismertetésére, majd a vádlott kihallgatására került sor a szolnoki törvényszéken. A bíró előtt a vádlott nem ismerte be a bűncselekmény elkövetését és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság ezért a férfi ügyében bizonyítási eljárás lefolytatásáról határozott, melynek első tárgyalási napjának április 4-ét tűzte ki. Tájékoztatott a történtekről a szolnoki törvényszék sajtóztája.